Kecskeméten a Fecske utca 14 szám alatt az első olyan középkori házat fedezték fel a régészek, amelyet precízen régészeti bontás mellett dokumentáltak. Az ásatás egyértelműen bebizonyította, hogy fontos a belváros régészeti feltárása leírásokból eddig is ismerték a régészek, hogy a török időkben a 16. és a 17. században Kecskemét egy gazdag település volt. Tárgyi emlékeket azonban nagyon keveset találtak. Ezen is változtatott az ásatás, hiszen most számos dolgot sikerült felszínre hozni a régészeknek, így kézzelfogható bizonyítékokkal tudják igazolni az elbeszéléseket. Eddig soha nem látott mennyiségű ezüst és hamis érme, és egy drága kövekkel díszített ezüst is előkerült a föld alól. A kötelező feltárás milliós nagyságrendű költségét a még és a társasházat építő cég finanszírozza. Amit viszont a régészek eddig találtak, a 650 éves kecskemét számára is felbecsülhetetlen értékű. A felteres helyszínéről és a talált leletekről kiemelő című magazin műsorunkban bővebben is beszámolunk.